Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello, jó reggel. Jó reggelt! Szia! Hello, Juli! Figyeljetek, szerintetek is úgy nézek ki, mint aki az Öreg Tyúkok Egyesületének. Igen, igen. Ki volt ennyire kedves hozzád ma reggel? Tényleg? Hát azt mondta, hogy nézd rá erre a ruhára. Ez az egy arany felső. Júli, egy ilyen arany felső, ilyen arany porral behintve, csillog, villog. És ilyen kis... a mancika séromra, és azt mondta, hogy teljesen úgy nézek ki, mintha valami nyugdíjas klubba készülnék. Úgy nézek ki? Ajaj, itt még törlesztést érzek a háttérben, tehát itt még valamiért ezt kapod. Nyilván nem a mai napért, hanem valami szívfájdalma még van, és valószínűleg ezt próbálja most egy kicsit ledolgozni. Most egy nagyon jó kislány voltam. Az igen? Időszakban, szerintem. De akkor a vesztelen jóga még benne van szerintem a férjedben. Azt sose fogom tudni kitalálni. Ugye? Na látod, ennyi. Azt sose fogom tudni jóvá tenni, de arról nem beszélünk. Eltemettétek kettőtök között? Az egy olyan trauma, hogy azt el kellett temetni? Tehát az nincs többé, mesztelen jóga? Soha. Nem itt mész többen? Ne. Jaj, de sajnálom, de szerettem pedig azt a történetet, Atya Isten. Hát miről, mit tudnék egyébként még mondani róla egyébként? Egyébként igen, megnézted, kipróbáltad, ott voltál. Hogy mi folyik a haladó csoportban, Júlia? Igen. Na mi újság, jól vagy egyébként? Minden oké? Okay? Egyébként minden oké, okay, őszi szünet van, otthon vannak a srácok. Mit csináltok úgy... ilyenkor a gyerekekkel? Én olvasom ezt az őszi szünetet. Hát, az Anna is szívvele, nekünk van egy Májkunk, egy déd nagymamánk, aki most hétfőn kedden vigyáztak. Májkó. Ja, Májkó. Ja, van egy Májkunk, a nagyi. Tegnap este 6 óra fele arra értem haza, hogy sólisztgyurmát gyúrtak a gyerekek, festették őket, poliknak, meg tintahalnak, meg mindennek, úgyhogy nagyon jól vannak ilyenkor vele. Holnaptól jön édesanyám, vele is nagyon jól el vannak, úgyhogy egyébként tök jó helyen vannak. De hova teszi őket az ember, mondjuk Szabit nem tudsz kivenni, pótszülő, nagyszülő nincsen, akkor mit csinálnak a gyerekekkel? Nem tudom, de azt nem tudom, hogy egy nagy kiszúrás. Hát ide veszed meg az egész szabadságodat úgy időzíted, hogy ilyenkor otthon tudj lenni. Hogy otthon tudjál lenni. Hát ha nem mindenkinek van, meg nem mindenkinek marad, meg hát nyáron elmész egy kicsit nyaralni, azért nem egy könnyű élethelyzet. És tegnap én nem láttam gyereket Tatán például. Tehát, hogy a Tatai vár környékén sétáltunk, az Öregtónál, meg a Várnál nem volt gyerek. Hova tűnnek? Én azt hittem, hogy hemzsegni fog. Miattad. Hemzsegni fog, bringások, gyerekek, őszi szünet, sehol senki, négyen ott elkerékpároztak mellettünk, de nem voltak közben. Hát hétvégén voltunk kirándulni, és ott konkrétan sorba álltunk, Pilis-Szentkereszten voltunk kirándulni, és úgy tudtunk csak átmenni ezeken a kis hidakon, hogy kivártuk a sorunkat. Iszonyatosan sokan voltak. Merre kirándultatok, hogy hova, Szentkeresztről Földobogókőre, vagy hogy? Igen, aztán félúton visszafordultunk, mert kezdett besötétedni, és attól féltünk, hogy az erdőben visszafelé csalinkázni a srácokkal. Na, a parások visszafordultak. Nem, sok gyerek volt, sok felnőtt, tök jó volt a hangulat, de attól féltünk, hogyha most még felmegyünk Dobogókőre, és még onnan visszafelé, és keresztül az erdőn, akkor ott nagy tanyázások lesznek. Tehát ott azért benne volt a pakliban. Igen, a Szentkereszt végén, ha megállsz ott a hídnál, egy ilyen nagy kanyar visszafele, akkor ott a hídon bemész az erdőbe, és ott szépen egyenesen föl tudsz menni Dobogókőig. Ez egy jó rész. Szentkereszt hát másik oldalán mi a hídnál. A turista jelzést követtük, uh-huh. és egyszer csak elkezdtünk átmenni a falun, és a falun fölfelé kaptatni, tehát ott biztos egy idő után bementünk volna az erdőbe, de hát azt aztán már annyira nem élvezték, úgyhogy mentünk, aztán úgy döntöttünk, na jó, akkor vissza, és akkor visszasétáltunk. Szerencsére pont időben jött a 3828-as számú italból. Igen, mellett egy jó trafika, bevásároltatok. Vasárnap minden zárva volt. Ja, tényleg. Ja, családi vállalkozások nem kell. Mit hoztál? Már beszéltem nektek arról, hogy nyilván a Miroslavnak van egy csomó olyan tulajdonsága, képesség, ami átlag fölötti. Rendkívül nagy a munkabírása. Igen, például. Tényleg? Igen. Az jó. 18 órát, 19 órát, 20 órát simán áll és dolgozik a 40 fokban vagy a 60 fokban a grill mellett, úgyhogy egyébként elképesztő a pasi. És például nagyon jó főz, ami viszonylag ritka, és szeret is főzni, de hogy egész egyszerűen a férfiakra tipikusan jellemző megosztott figyelemmel komoly problémái vannak. Egész egyszerűen apróságokat nem vesz észre, és azon gondolkodtam, hogy ezeket az apróságokat azért nem vesz észre, mert én észreveszem helyette, vagy mert hogy nem tűnik föl neki, nem képes rá, nincsen meg bennetek ez a
ez a gén, vagy nem tudom, nem tűnik fel bizonyos dolog. Úgyhogy egy héten keresztül tudományos kísérletbe fogtam, felvettem a fehér köpenyemet, a gumikesztyűmet, és csalikat helyeztem ki a lakásba. Szegény író, tényleg, de ilyen kísérleti állatod, csak azért van, hogy kedvel lehessen mesélni a rádióban. Ne, kérlek szépen, ne mondd ezt, nem, csak hallgat minket egyébként? Hogyne. Tényleg? Akkor mondd még egyszer. Köszönöm a bírót, én találkoztam már vele, bírom. Szóval, és ezen a ponton kellett rájönnem, hogy a Jani nő. Tehát, mert hogy ezt egész egyszerűen nem tudom elképzelni róla, hogy vele ilyesmi megesik, de négyféle csalit raktam ki a lakásba. Egy koszos bögrét, WC-papírgurtnit, fokrémet leszedett kupakkal, és a szennyest hagytam, hogy ott maradjon. És mi ezekkel mellett a baj? Minden ott maradt. Hát az a dolga. Na várjál, mutatom. Lefotóztad? Minden nap követtem, hogy változnak a dolgok. Hát óriási vagy. Gyerekek, ez nagyon jó. Itt van a fok, hát ezek itt az első nap, második nap, hát túl sok változás nem látszik. Egyébként kitettem egy üres fokrémes tubust is, és vártam, hogy mikor tűnik el. De várjál, mivel mosod fogat akkor, ha ehhez hozzá se nyúlt? Itt van bent a gyerekek fokréme, aha, és itt van a mi saját fokrémünk. És kupak mindig leesett kupak róla? Mindig rajta maradt, és a gyerekek kiürült fokrémes tubusa nem tűnt el. Aha. Akkor hát a szennyes. Hát na jó, de várja az a fokrémes tubus, az gyerekeké. Értem, miért te hol el a férjed? Ja, bocsánat, igazad van. A szennyes is, az is nálunk úgy gyűlik, hogy oda lerakja mellé, és arra voltam kíváncsi, hogy ha nem szedem össze, tehát hogy ott gyűlik, akkor egy idő után feltűnik. Mert legitimizáltad a helyét a szennyesnek az, hogy nem, tehát ha a következő napi gatyát rá mered tenni erre a kupacra, hiszen te nem szedted össze. Nem. Azt tudjuk mondani, hogy már ott a szennyes helye. Nem, bocsánat, minden szennyest összeszedtem, tehát a gyerekekét, a saját, amit beledobáltam, csak az övét hagytam kint, nem tűnt föl. WC-papír. WC-papír gyűlt, hát az első alkalommal ugye még csak az első gurtit hagytam meg, aztán utána úgy fogyott szépen lassan, és a negyediket már le se fotóztam, mert hogy az a hetedik, ötödik nap, öt napon keresztül csináltam, bocsánat, az előbb tévedtem, a négy darab papír gurtni az aztán végül eltűnt, amikor hazaértem, tehát hogy négyig jutottunk, négy üres tekercs WC-papír. Tehát az volt a koncepció, hogy nem cseréled, nem rakod el, nem, ott hagyod, és megnézed, hogy neki mikor feltűnik fel. Igen, mikor tűnik fel, és volt még egy koszos bögre, amit kint hagytam a pulton, és az első nap eltűnt, mert bepakoltam a mosogatógépet, úgyhogy... Hát akkor négyből kettő, ne haragudj. Tehát négyből kettőt megcsinált a gurtnit, meg a koszos bögrét. Meg kurigát. Na de hogy ne csak a Miroszlávot ostorozzuk. Megkértem a Vikit is, hogy legyen már olyan kedves. Hogy nem hagyta kint az összes cuccodat, csak igen, egy pár csalizoknit, amit úgy ott hagytál. És azt mondta, hogy nem, persze nem tűnt el, csak vándorolt jobbról balra, balról jobbra. De mi a fotó? Mert nem látom, nem ismerem föl. Mit fotózott le? Az itt a szennyesed, vagy a szennyes kosaratok, és ott van mellette a zokni. Igen. Nem hagyta kint az összeset, amit kint hagytál, csak egy csalizoknit. Igen. Hát nem tűnt el. Mondanom se kell. Ment balra, jobbra, előre, hátra a Viki szerint, de nem tűnt el. Neszkamu. A túró. Én hagytam volna. Fosztál vele, jobbra, balra, kis hátra beesett, szedekáztam vele a gyerekkel. Bocsánat, a következő kép. Hogy nem vettem volna észre? A fokrém azt aláírom. A fokrém kutubus, az is vándorolt jobbra, balra nálatok. A WC papír gurtni azt mondta, hogy az olyan új utat járt be, hogy elképesztő, kint hagyott egy gurtnit, de az is járt jobbra-balra. Azt mondja, hogy nála tipikus például az, hogyha leviszed este, fent megmosod a fogadat. Igen. És reggel indulás közben lent mosod a fogadat lépcsőn lefelé. Igen. És lent hagyod ott valahol. Én lent hagyom, mert nem akarom, hogy a gyerek fölébredjen, és én föntről leviszem az alsószintre. Világos, de azt nem tudom, hogy észrevette, de hogy a fogkeféd mindig felkerül aztán napközben valahogy az emeletre. Tök természetes volt, hogy este újra ott találom. Vagy napközben, amikor hazamegyek és használom. De én, na jó, de én azért... Ne, várj, erre van egy ideológia. Tehát én lent megmosom, én azért hagyom ott, ugye, mert ott én onnan már elindulok. Világos, de miért nem viszed vissza? Hát de miért vigyem vissza? Hát alszik a gyerek. Hát fölébred a gyerek. Nem reggel, délután. Azért, mert mindegy, hazérek dél egykörül, addigra már visszakerül a helyére. Tehát, hogy... és ami ha nem lenne ott, akkor lemennék érte újra. De hát én jót akarok ezzel. Ami nálatok szintén még egy ilyen neuralgikus pont, ez a cipők állítólag. Igen. Ami valahol sosem... Szerintem az előszoba arra van, hogy ott tárolja az ember a cipőt. Ezt már a múltkor elmondtam, a Wiki pedig kényszeresen mindig mindent elpakol. Elpakol, mert persze, szerint mert az előszoba rajta egy múzeum.
Én meg azt mondom, hogy az előszoba, előszoba. Tehát a kettő között nagy különbség van. Mi férfiak rendeltetésszerűen használjuk az előszobát, ott hagyjuk a kabátunkat, ne adj is esetleg kettőt. Én megörülök, a Viki elrakja a kabátjaimat mindig be a szekrénybe. Mert kupleráj lesz. Titeket ez nem zavar. Miért lenne kupi? Hogy ne lenne már kupi? Kint lógó kabáttal. Ti betegek vagytok. Tudod, mi a baj veletek? Tényleg, az a baj veletek, hogy egyszerűen diszharmónia van bennetek, és a fogason miért ne lóghatna egyszerre két férfi kabát? Miért? Van nálunk öt darab fogas. Azon lóg két kabát? Mi az a? Hát az a lényege a fogasnak, az... hogy kabát lógjon rajta. Abban van diszharmónia, aki a harmóniára törekszik. De ez nem harmónia, Jani. Miért? Hogy... Ez nem harmónia. Hát, hogy a fedében miért lenne kényszeres? Miért találták ki a fogast? Minek legyen kint valami, amit tök felesleges. Ja, miért álljanak ott a kis fogak? De mi az, hogy ki? Miért találták ki a fogas? Jani, miért van a fogas? Azért, hogy hát lepakoljál róla mindent, elpakold egy szekrénybe, és üresen álljon a fogas. A de fogas ha nem ezért használom, van. Miért ne tenném el? De ha reggel ránézek, és azt mondom, ezt a kabátot akarom fölvenni, ott van, felveszem. Miért jobb, hogy öt üres fogas van, és minden a szekrényben van? Ezt én ezt a Vikinél se tudom megérteni. Ne elrakja a cipőimet, megőrülök. Én tudom, hogy azt a cipőmet vettem le reggel abban, nincs ott, nincs az előszobában. És keresem hülyén, irakja, odarakja, berakja, és nem találom meg. Nem erre van az előszoba? De hát erre is. Hát mire még? Hát én nem tárolok egyszerre 3-4 pár cipőt kint, egyébként a cipőszekrény előtt, jó, vagy te a szekrényen az kívül. Az a baj, hogy te egy annyira szélsőséges példa vagy, hogy hát annyira szélsőséges példa minden vagy. Este, minden este kivétel nélkül oda készítem a reggeli holmimat a cipővel együtt, de nem hagyok kint egy csomó cipőt, mert a cipőnek a szekrényben van a helye. Én nem szeretek ott bugdácsolni a bazsában, ahol megbeszélni. Vagy, érted, de nem rendmániás, nem kényszeres, csak egész egyszerűen elpakolja maga után azokat a dolgokat, mert igen, mert egy olyan finom lélek. Mert gondolkodik, mert elpakolja azokat a dolgokat, amiket nem kell. Egyébként kerestem ezzel kapcsolatosan, és találtam is, mert hogy persze a britek ezt is mérik, meg kutatták. 1205 kérdeztek meg a férfiak legidegesítőbb szokásairól. Az első 54% azt mondta, hogy a fürdőszobai etikett teljes hiánya. Hogy a nők mondták a fasikról? Igen, tehát hogy ez a leg sarkalatosabb pont, tehát gondolom a féknyomokra meg a körbevizelt WC-re gondolnak. Jó, most nehogy azért már meg kint hagyunk két pár cipőt, azért féknyomos a budi. Nem feltétlenül, de mondjuk a nők 1200 nőből az 54% azt mondta, hogy ez probléma. Nálunk mondjuk ebből a szempontból tök rend van meg, amik ilyesmire nagyon kényes. A másik az a rendszeresen ágyon felejtett vizes törölköző. Bakker, tehát ettől felbírok robbanni, amikor ott hagyja. De már a Milán is ott hagyja. Hát mert beviszed, érted, abban vagy, leveszed. Az a baj, hogy tényleg veletek van a baj. De elmondom, miért van velünk a baj? Elmondom, ott, van a vizes törölközőnek a helye? Elmondom, mi a baj veletek. Az a baj veletek, hogy én is mondjuk a Noelt kiveszem a fürdőkádról, fürdetem este, kiveszem a fürdőkádból, becsavarom egy törölközőbe. Én lerakom az ágyra a törölközőt, majd ráadom a pelust, feladom rá, mint kezes lába, stb. Majd leviszem és átadom az anyjának, és még ott csinálok valamit. A Viki addigra már fölér, és elrakja azonnal kényszeresen a vizet. Mert tudja, hogy te nem rakod el. Ez hát nem így van. Itt van a bizonyíték, feketén-fehére. Nem rakod el. Egy héten keresztül állandó elrakásatok. De nem láttam a vizes paplahúzat pedig mennyire nem kellemes. Láttad a zoknit, nálunk nincs vizes paplahúzat, tehát nincs vizes paplahúzat, mert nálunk van ilyen ágytakaró rajta. Tehát én utána visszamennék, mert utána még kiöntöm a gyerekkádjából a fürdővizet, még ott pakolok, de addigra például a Viki már kényszeresen fölrohan, és ha egy percemből nem önti ki a kádból a fürdővizet, akkor dráma. Mondd meg nekem, nem, mi történik abban a kádban a fürdővize? És én úgysem, hogy kiöntöm a fürdővizet, bemegyek, összeszedem, de ezt 10-ből kezdve nem tudom megcsinálni, mert a Viki megcsinálja helyettem. Tehát nem én vagyok a rendetlen, csak nem várja meg, amíg visszaérek oda, hát és a saját tempomban lezárom a fürdőt. Akár is a fogkefénél, amit leraksz fél ötkor, ezt nem dobsz ki egy büdös zoknit magad után. Az egy fotó, az manipulált képsorozat. Szóval, hogy a maga tempójában, nem a Viki is érti el a dolgokat, te nem csinálod meg. De nem és így van. Mi nők megcsináljuk helyetted. De nem így van. Itt a gondolkodásotok a rossz. Ha délután 2-kor te nem viszed vissza a fogkefét a fürdőszobába, és én este 7 órakor akkor nem találom meg a fogkefét, és egymás után kétszer kell lemennem azon a rohadt lépcsőn, kétszer kell fölmennem, és átkozni magam, hogy miért költöztem olyan házba, mert lépcső van, és miért nem egy terű az egész, akkor harmadszorra visszaviszem a fogkefémet. Miki, hallottad a megoldást. Tényleg így van. Tehát a tirenmániátok a mi elkényeztetésünk, és a kettő sajnos párhuzamban áll egymással. És ti csináltátok úgy, hogy ne kezdjetek el dobálózni vele, hogy na, hát elmentek van az el. Hát de pontosan. Kértük valahol, kérte a férjet, hogy pakoljál el, utána nem kért. Tehát mindent megcsinált, és akkor most csodálkozol, hogy ő nem csinál meg semmit. Tudod, mi van? Én lent játszom a Noella a fürdetés után, ha csak egy kicsit kihagyok, már hallom, hogy önti ki a fürdővizet.
És aztán rakjál a törölközőt. De hát ez nem volt még visszamenni, hát még a gyerek ül, még be akarom betetni az etetőszékbe, majd én lezárom a fürdetést utána, és majd elpakolok, de adjon időt. De az, hogy nem adok időt, mindent elpakolok, majd a szemetre vetem. Nem lehet azt mondani, hát ez megfog a sor. És közben ő mit csinál? Játszik a gyerekével. Nem a szaros fürdővízzel foglalkozik, játszik a gyerekével. Kapcsolat lesz. Akkor lehet, hogy legközelebb nem azt kellene fotóznom, hogy hova kerültek a WC-papírgurtnik, hanem mi történik helyette. Azt, hogy mi történik helyette, és hagyd ott, és ne cseréld ki, és előbb-utóbb meg fogja csinálni. Ott hagytam, és nem cseréltem ki, és nem tűnt el. És te is ott hagytad, és nem tettél, és nem tűnt el. Nem, egyszerűen ez a fajta nőies kényszeresség, ami János benned is van, meg benned is üli, meg a Wikiben is, ez egyszerűen szörnyű. Tehát ez a mindig azonnal pakoljunk el, legyen az egész lakás egy múzeum, ne haragudjatok, a lakás van, értem. Nem én vagyok a lakásért, az előszobát azért találták ki, te hogy szolgáljon. Mindenfelé régi zoknik hevernek. Nálatok múzeum, a Wikinél múzeum, nálad is, a Jani múzeum, a Jani még egy szállodai szobába is összehajtogat mindent, amikor kicsekkol, érted, és elkirak egy elnézést, hogy itt laktam táblán. De ha én átlegyek valami, az egy szállodai szobába, amikor együtt lakok egy szállodában, akkor mindig benyitok az ajtón, mert az ajtó nincs bezárva egyébként, így be tudom lőtt, és mindig azt várom, hogy bemegyek, és valaki ott elvágott torokkal kirabol, mindig ezt várom, meglököm így az ujjam, és én nem látok semmit a kupacoktól, ezért mindig megkérdezik, Pali, itt vagy valahol? És akkor megmozdul egy kupacot, és előbb mászik alól. Én a szállodai szobát is használom, igenis. Jól esik egy örökközőt ledobni a földre. Téged nem zavarnak a kis kupacok? Nem kuszálja össze a gondolatát? Tudod, mennyire utálom, hogy lerakom a farmeromat, és reggel tudom, hogy honnan venném föl, és nincs ott, mert én lent összehajtogatom, tudod már mit csinálok? Mert a Viki annyira betegített, hogy összehajtogatom a farmeromat, és én ráhajtom a karpára, vagy az Az étkezőbe, hogy fogom, és én ráhajtom a farmert, és ráteszem, és megyek reggel álmosan, hogy az egész család tudjon aludni, botorkálok, tyúkat szem, és keresem a gatyámat, és nincs ott. Tudod, mit csinál? Csinál egy ilyen malmozó mozdulatot előre, ezzel jól megtekeri a gatyámat, hogy betuszkolja egy a többi cuccom közé. Hát hogy tartok így rendet, amikor nem ott van, ahova leraktam? Azért van ott, mert ott akarom fölvenni reggel. Legyen lent egy lakás, szekély. Nem múzeum. Hol saját magatokat kötitek gúzsba ezzel. Múzeumban értek, múzeumban. Volt olyan, hogy valamit a szállodai szabályával el akartam hozni, és mondta, hogy ő lusta följön, odaadja a kulcsot. Elmentem a kulcsért, bementem, és megvolt pillanat megállítva, egy Guns N' Roses koncert a tévén, de úgy, hogy tudta, hogy utána elmenjünk, az 5 óra múlva fogunk visszajönni. Ahonnan és mondom, ezt miért állítottad? Azt mondja, mert nézni akarom tovább, de mondom, 5 óra múlva fogunk visszajönni. Nem baj. Ez ugyan, mint a gyerekeim mondják ezt, hogy ne tegyem el a játékait, mert még használják. Hát mi van pontosan? Hát most nézzük azt a koncertet, mert mindig közben el kell menni forgatni, hogy bátorság próbált kint a celebben, Afrikában valami. Hát majd visszajövök, és pont ahol be van nyomodva az ágy, oda visszafekszik. És elindítja. Hát nem értelek benneteket, kényszereseket. Hát komolyan, hát nem egyfajta szabadság. Hát nem így kell élni. Hát aggódjak én azért, hogy most mi történik abban a szállodai szobában. Hát szabadság persze. 2 darab töröl között teritek le a kád elé, arra szeretnék majd kilépni a kis kéztörlőt, leterítem még a kád mellé, hogy az se legyen vizes. 2 darab töröl közöbben azonnal megtörölközöm, és ledobom az összeset, hogy kérek újat. Tehát azért megyek egy kicsit szállodába, hogy ott engem kényeztessenek. Nem fog törölközőt között vasalni, meg elnézést kérni, hogy ott voltam. Nem? Hát nem áll. Éjjel, a szobámba bealacodott a folyosóra egy ilyen hatalmas volt, hogy egy oh my god, akkor tudtam, hogy most lépett be a takarító a szobájába. Válogatott cikkozódás. Éppként a nőknek is megcsinálták ezt a listáját, hogy legyünk korrektek. A férfiak a nőkben azt utálják, hogy állandóan nyomoznak, hogy cipők, illetve kiegészítő mániások mindig hibáztatnak, mert hogy mi sosem vagyunk állítólag hibásak, ez szerintem marhaság. Állandóan megerősítésre várunk. Túlbeszéljük a dolgokat. Ez így van. Tervezgetünk, mert mindent előre megtervezünk. Nincs önálló önértékelésetek, ez így van. Mi? Tényleg így van. A nőnek állandóan ott kell legyen mellette valaki, állandóan 6-szor el kell mondani, hogy azért, szép vagy, és jó itt vagy. Jöttök megint csak képbe, mert hogy ti vagytok azok, akik elbizonytalanítanak minket. Engem miért nem tud senki elbizonytalanítani? Mert te Sebestyén Balázs vagy. Hát nem hagyd, nem szabadna, hogy hagyjátok magatokat. Na mindegy, jó. Egyébként én rájöttem, hogy azért szeretem az előszobában is a kupit, meg a sok cipőt, mert akkor úgy érzem, hogy sokan vannak nálam, és akkor ez egy jó érzés. Aztán rájövök, hogy mindegyik az enyém, de akkor úgy érzem, tudod, hogy úgy, jó volt nálam. Szerez néhány próbababát, és tedd be őket a konyha különböző pontjaira, üljenek, tudod. Olyan melegség van nálunk, sok kabát, sok cipő, és akkor az úgy jó. És még elmondhatom egyébként, hogy én mit szoktam elszúrni. Na, mit szoktál elszúrni? Úgy lenne korrekt, mert Miró nem tudja magát megvédeni. Én például rendszeresen kint hagyom a kaját.
Mármint úgy értem, hogy a kész étel, tehát nem, mert nem tudom behajtogatni a hűtőbe, és egy csomószor van, hogy kint felejtem. Na tessék. Na, és hogy egy Balázs mit szokott elszúrni? Semmit. Kicsi alufóliába csomagoltam anyósom főzelékét, és pakolom ki egy kis papucsban, és kis boxer alsóban az erkére, érted? Mert tehát kiviszem. Ezt csináltad? Én tényleg simán csinálok, persze. Mondjuk télen ez megjelent. Kérlek, rendben, kiviszem. Ja, mert nem merted rögtön kidobni. Nem, még ott volt. Csokolomba van, nagyon finom. Na jó. Isteni, kérlek, azt le egy kicsit, mert... Hadd üljön! Azt igen, utána ott felejted, és már akkor a készletek vannak kint, hogy ki se lehet menni. Higgyetek el, az előszoba akkor szép, ha tele van. Ezt én komolyan mondom, tényleg. Kényszeresek vagytok. Jó van, Júli, van még valami? Van még valami? Ezek után van, szerintem. Nem tudom, hogy jövő héten lesz-e, ugye? Ez a nagy kérdés, hogy jövő hét kedden lesz-e. Igyekszem összekapni magam. Most már a pulcsit se tetszik. Igen, eddig jó volt, most már azt se szeretem. Jó van, na puszi, köszönjük, hogy itt voltál. Ciao, hello. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.